Halipapi Mami, üdvözöllek benneteket. Picit meg vagyok csúszva az internet hiányában a válaszokra. Megpróbálom most nem is végigolvasni, hanem csak, csak, azokat kiemelni, akik valóban kérdések vannak. De akkor menjünk sorba, aztán lehet, hogy végigolvasom, mert most nem, nem nagyon tudok mit csinálni. A Lidl Németországból hozza ezeket a Magyarországon ismertebb márkákat, ez a sört, írták. Öh nem, nem tudom, hogy honnan hozzák, hogyha tudod, és most ez egy jó info volt nekünk, akkor nagyon szépen köszönjük. Ö, ezzel is kiegészítve a mi, mi sört eztünket, ugye nyugodtan írjátok, a valami tudtok a sörökről, nagyon szívesen várom a kommenteket. Miért nincs íze a krumplinak? Jó kis lecsót tennék most szívesen egész héten. 12 órázom, Sanyóca, nebbe se ülnék bele. Akinek ez a videó szól, nem nézik meg, mindenki más azonnal érti ezt a valaki megmondóhoz írta, de te egyetértek, amúgy ez tényleg így van, mert az ember magára is, mert akkor általában azt, azt már nem szereti annyira azt a videót. Házi az írták, hogy szipu, hát ha kicsit más fogalmad, fogalma van a szípúról, ezt szerintem, hogyha te ezt szípúnak gondolod, akkor egy kicsit el vagy tévedve. <kül> Ugyanis ez, na mindegy, most ezt nehogy elkezdjem megmagyarázni, lehet, hogy csak poénból írtad. Na, Ö, eredet van, videóz, ilyesmi volt valami, és hat órán át vártam egy iskola minden egyes percen megnéztem a telefonom, hogy hány óra van, igazi szenvedés volt. Hát ö, nekem is az volt, tehát amikor az ember figyeli az időt, akkor egész egyszerűen annyira nem telik, hogy, hogy hihetetlen nézed az órád, és akkor még mindig ugyanott vagy, és már úgy érzed eltelt egy jó, óra. Amúgy a és rossz csak nem szabad olajba tenni, egy tepsibe kiteríted a hasábot, és simán megsütöd. Egyszer Ezerszer jobb, mint olajba tennéd, de amúgy az igaz, mert én is szoktunk ilyet, hogy, hogy csak bedobom én is a sütőbe, és akkor ott uh, sütjük meg, mert amikor tiszta olaj a krumpli, akkor akkor az nem annyira jó, de hát ezek a félkészek meg amúgy is már leve olajba voltak kisütve szóval. Persze a munkám minden nap előfordul, azt hiszem már vagy két-három hónapot dolgozom, közben csak fél óra telt el. Uh, igen, hát ez. Ez sajnos minden munkában így van. Sajnos jó hogy milyen munka állandó vagy csak a munka, hát nekem, nekem folyamatosan vannak ilyen külső munkáim, ahol dolgozunk, tehát itt is közvetítések vannak, az ilyen különböző forgatások, meg, meg az ilyen munkák. Nekem már volt, melyiket ajánlod? az a GoPro, hát ott már majd egymásnak megmondjátok meg, ki mit ajánl. Pedig gondoltam már rá, hogy Szupi Mester csátok egy közös dalt, vagy esetleg csátok egy közös covert. Nagyon kíváncsi lennék, mit hoztok itt ketten. Egyébként tök jó lenne, ha videós, aki folyton coverálná a zenéket. Ö, és akkor Szupi írta is, hogy váltottunk pár szót, hogy a hangom még mindig nem jött be, hogy lók a egy refrénnál még. Igen, volt róla szó, én nem tudom, hol tartunk, mert majd előtt egy videót, hogy, hogy hogy a videósoktól majd én az üzeneteket nem, nem tudom sajnos olvasni a videó üzeneteket, úgyhogy úgy néz ki, lesz egyébként, én megkértem a Szopit, hogy csináljon egy ilyen refrént az egyik számhoz. Valószínűleg lesz is benne, vagy belőle majd valami. Jó volt a zombis rész, köszönöm, köszönöm. Trónos fülírta. Az oldal nem, tehát az oldal nem tátó kivágás, az érdekelne a hangminőség miatt, de található közben ezt már szerint megkommenteltem, én csak egyszer mindig lejebb csúszik a komment, hogy az oldala ki van vágva, csak én amikor ezt kivettem, a gopro indultam ki, annak elő volt a kivágás, és mert siettem az unboxing azért nem vettem észre, hogy a másiknak az oldalán van a kivágás, egy nagyon vékony kettő, tehát, de nem teszeltem még úgy, hogy nem tudom. Van egy szörnyű titkomra írták, hogy ha varrok, néha én is például nadrág szárat fel, vagy varás mentén márkás ruhákat, gombokat is, stb az olcsóbb cuccokat, alsókat, zoknikat, kidobálom, ha kiukadnak, azok a nem bíbelődök amúgy annyira precízen várok kézzel, hogy teljesen gépinek tűnik. Na, hát ez tök jó. Sokszor volt cseim is, engem kértek, hogy mentse, meg egy-egy göncüket. <laughs> tök jó. Sanyúca is itt bevallja nekünk, hogy ő is szokott varni, én is szoktam varni, alsogatját megzoknit, tehát ő is itt elmondja nekünk, hogy, hogy var, úgyhogy ezzel kicsit megnyugodtam, hogy semmi gond a varrással, a Csibe is írta nekünk, sört ezt ez í írták, hogy a, a forint is sörök közül, ja értem, a szalon elég jó, régen szénsavas ótvar volt, de szénsavas volt, de valamit csináltak a pécsi sörgyárban, mert rohadt jó, gold fasl is faszályos, meg a tuborg, persze az nem pécsi, igen, a tuborgot én is nagyon szeretem amúgy. Kézműves söröket teszteltek, 600-800 igen, Erről már volt so sokszor szó, de sokszor szó erről, hogy kézműves sörök tesztjét kéne csinálni, de hát az egy kicsit azért költséges tudsz, és igen, van, sőt, még van, ami 1000-1500 forint üvege, meg mit tudom én. Hát nagyon kéne amúgy. Áron is írt, hogy én is szoktam varni, persze, de hát hogy nem egyedül vagyok. YouTube varrata megalakulóban. Igen. Uh, Tyler is írta, vagy Tiller. Nem tudom, nekem Tyler, mert volt egy ilyen szerepem régen. Nem tudom, Tyler írta, hogy nincs a varással semmi baj, horgolni és kötni szoktam. szeretnék egy srát vagy kesztyűt, akkor szívesen készítek neked. Hát jó, egy jó, küldhetné egy izét, egy jó kis izét, kesztyűt egyébként ére. Valami val baj, baj van, nekem sajnos nincs hang, nem lehet ezt valahogy korrigálni. Ú, igen, ezt a videót le is akartam venni a PodFM full uh, free-be, ilyen free hip-hop zenéket szedtem, és totál letiltotta az egész hangsávot minden kompromisszum nélkül nekem a YouTube. Köszönöm, hogy szóltál, észrevettem közben, nem tudok vele lefom törölni a videót, nem lehet visszahozni, tehát hogy fúra letiltották az egész hangsávot. Egy időben én ezüst szálas zoknikat vettem. Ezüst szálas, az milyen? Ebből egy pár ezer nyolc volt, mondjuk évekig kitartottak, de ez is nagyon jó vétel. Ez is szálas úr mint a izé, ilyen robot vagy valami. Csak hét pár, én ennyit számoltam. Na hát Joci nagyon, nagyon, jól észrevetted, mert egy már a lábamon volt, amikor csináltam ezt a videót, és azért van benne hét pár, de nagyon jól észrevetted. Ugye a részletek rejlik a, az igazság mindig, úgyhogy most is ott volt, de egyébként nyolc pár van benne. Porszívat, voszni, mosogatni és főzni is szoktam trónos Vili, egyébként én is, csak nem egy iPhone 4, 4 es lapul a között, de igen, hugomtól kaptam egyébként, és nagyon-nagyon jól vesz föl, úgyhogy megszerettem eléggé. Tudom, gáz, de létálom, hogy egy dolggal van bajom, az a varrás, a gatyáim szárát is a varronővel csináltatom, de pont a, a leszakad, nekem tragédi, nem veszem fel egy darab, azt a cuccot, nagyon utálok van, és nem is tudok, Edina írta. Hát nincs ezzel sem baj, látod, itt is van egy srác, aki például a barátnőinek is ő varja, szóval ez igazából egy kicsit kézügyesség dolog talán, meg beletalálni a cérnát a tűbe, hát az meg már én is így hunyorogok, úgyhogy hunyorgok, hunyorgom, hunyorgom, nem tudom, hogy kell Üdv, az én pipámon miért nem érzem az ízeket a választ előre, és köszönöm, hát erre azért egy, hogyha jobban körbenézel itt, az már sokszor elmondtam, hogy hogy, hogy hogy lehet jó ízt kihozni a pipából. Valószínűleg azért egyébként, Kevin, mert össze van koszolódva a pipád, már nem mosható csövet használsz, és egyszerűen bekormolódott az egészet, ki kéne tisztítani, ha nem tudt kitisztítani, mert nem lehet tisztítani, akkor sajnos ez, ez... Ez, a top már pipákra jellemző, elveszti az ízt egy ízhatását egy idő után, illetve nem megfelelő dohány, a nem megfelelő hőkezelés nagyon sok oka lehet. Jó, ez bábú, nem írták a brutális baleset, de egy bábú. Szívószálla jó, kérdezik a házi vízipipa, az jó, egyébként meg lehet csinálni azzal is elméletek, csak én azért csináltam ezzel a tollal, mert hogy az kicsit tartósabb. Milyen pipát vezettek, vegyek, de ha valamit rondának tartok, valamit akkor alapból tartózkodok tőle. Amúgy én is így voltam, sőt a Nargile Meko 620-szal is, mert nem találtam szépnek, viszont így élőben egyébként nagyon szép. Tehát ez is csalóka, de én is szoktam tartani attól, megmondom össze, ha már így alapból nem tetszik valami, hihetetlen jó lett, nagyon remek produkció, szívesen meghallgatni új produkciókat is, nagyon kellemes a hangod, és egész jó a szöveged, nagy pacsi, nagyon szépen köszönöm, ez nagyon jól esik, ha valaki így, így látja lesznek még egyébként zenék. Szia, Podi, körülbelül egy órán keresztül intenzíven szívtam, utána, amikor abbahagytam, a felálltam, megszédültem, és körülbelül fél órán keresztül fájt a fejem. Ez mitől van, vagy miért egyébként siazót szívtam, válasz előre, és köszönöm. Itt már válaszoltak is neki, hogy túl mohon szívtad a pipának, az a lényege, hogy el az új közbe, adj, körbe adjátok, egyedül vagy akkor viszont lassan, több videóban is elmondta már. Nagyon szépen köszönöm, ez teljesen kielégítette ezt a választ egyébként. Nem is tennék hozzá semmit. Köszönöm, Bence. Ez, ez a válasz erre. Ö, miért nem mentem OVS-re? Zoltán Gyöker írta, hogy ö, ott a pont szerintem albúgusztustalan az egész, amit az évek óta hazai hasonször rendezvényen folyik. Nem akarok egy kaptafa alávenni az összeset, de valljuk be minden YouTube-celeb telebekkel akar eladni, még a gamer rendezvényen is ők a fő attrakció. Hát itt több leírja a véleményét, ezt elolvastam, tök egyetértek, és örülök, a más is így látja. Egyébként hát sajnos egyelőre ez nem, nem, ez nem változik, szerintem még azért jó ideig. Babinén írt erre késztek egy válaszvideót, nagyon kíváncsi leszek, én majd, ha internet közebb vagyok, letöltögetek végre videókat. Tökéletes igazából ez az online videós simogatóval az baromi nagy pénzlehúzás az egész, Supi, Mester írta nekünk. Csibe is elmondta a véleményét erről, és nagyjából ugye egyet is értünk. Pili olcsóbb is. ha rendben, nem... Ja, hogy le, igen, hogy lehúzni a nézőket, hát a play is már kezd erre hajazni, de még határ esett, szerencsé az óvies. Hát az a play is, tehát a, a, lehúzás az ott van, tehát ott is eszméletlen drága minden, Ö, nagyon drága az ételital, tehát hogy tényleg sajnos, sajnos ez, én most csak az én részemet tudtam ebben megfogni, illetve a videósokét. Mikor lesz trágyavúd? Hó, hát ez nagyon jó kérdés, mert most találtam egy filmet, nem állom el egyelőre, hogy melyik az nemrég ment a mozikba, muszáj egy filmet sem, mert teljesen és teljesen megrökönyödtem, amikor megnéztem. Egyetértek teljes mértékben, köszönöm szépen, szia A Facebookon, hogy vagy fent, Ö, Podi Filminger Gustav néven vagyok fönt, majd ha megint letörölnek, akkor most már ezt találtam ki idegességemet. Lehet hülyeségnek tűnik, amit most írok, de én sajnos uh, ásványvíz függő vagyok, hoppá. És tényleg így van, ahogy mondta Podi, én például egy napi nem bírok ki szénseves ásványvíz nélkül, csapvizet, sima vizet körülbelül már egy fél éve nem ittam. Na, az, 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 az milyen durva egyébként, hogy ilyen is van. Egyébként a uh, is az, mert rossz a víz, és, állandóan ásványvizet iszunk mi is, mondjuk sima vizet, de végülis ez is lehet rászokás kérdése, szóval az érdekes, tényleg bármi lehet. A sós vizes nagyon jó gyulladás ellen, ja igen, a sósvizes oldatos orcsepre gondolnak. A, az lombik nem kép, kémcső, a házi víz, vízipipa. Jó, lehet, hogy az. Nem, ez nekem is szemet szúrt elnézést, akkor hogyha az egy lombik, nem azt se tudom mi a különbség között, -e, szóval körülbelül kémia órán ennyit figyeltem, de akkor az, az egy lombik, akkor ezek szerint. Babinén írt, hogy 15 éve voltak forgonban fülcseppek, aminek le uh, Lefrin tartama volt. Amikor nem volt pénzünk speedre, azt csak cse, fülcseppet szúrtuk be magunknak vénásan. Ne basszál már fel, ez most komoly. Ilyet ma már nem árulnak, vagy 5 percig tartott hatása, de komoly volt. Ez, ez, most tényleg nem hülyeskedsz? Ez nagyon durva. Igaz, ritkes volt az orcsában, emlékszem, a zöld pipettás volt az igazán amiben három embernek is elég volt. Hát ez most így nem hülyeségből írtad, ez nagyon durva akkor. Dancsó is találkozó. Én függő vagyok, négy évek napi háromszor kell használjam. De olyan szinten bedugul az arom, hogy nem érzem, ha nem rak, na orcsepet, akkor megfulladnék. Hát igen, ez a durva egyébként, hogy, hogy, én is ezt érzem, most én is elkezdtem használni, és utána már egyre több kell. Tényleg, nem, nem, tényleg így van. Mi az ennek cím az elején a, a végén ment? Ezt a YouTube-nak a tár, vagy könyvtárából szedtem már, majd, hú, majd odaírom egyszer, mert ezt már többen kérdezték. És sajnos kólafüggő vagyok, Csibé írta. Hát azzal egyébként nagyon vigyázni kell, mert ugye a, a kólának olyan cukortartalma van, hogy attól, hogyha lerakod a kólát, így egy-két éven belül így le lehet adni 5-6 kilót is. Szóval az elég durva egyébként a kólafüggőség, de szerintem nagyon sok ember kólafüggő. Sziasztok, Kitti vagyok, és IB függő. <laughs> Szia, Kitti. Hát ez is egy függőség, és nem vicc, mert, mert mi is egyre jobban ráfügtünk az eBay-re, illetve nem is az AliExpress-szerről, rengeteg dolgot rendelünk meg eBay-ről, úgyhogy az is lehet ilyen függőség, hogy bújod, bújod állandad. Nagyon gozta a hotplate, meg tényleg praktikus. Köszönöm kibaszott téves lett, lettem, mint valami teleshop reklám. De egyébként tényleg mehetnék, nem hátam, hátam megszponzorálnak egy ilyen hotplate Megcsátom hogy nagyon finom lett, köszi, na, tökre örülök neki. Ilyen nekünk is van, hogy úgy emlékszem, hogy ez tévésopos szar volt. Hogy régen ez is, igen, régen ez, egy, ez, ez, így van. Azért mondtam, hogy ne olyat vegyetek, mert a tévésop árult ilyen gagyit ebből. Ilyen, ilyen, nem tudom, nem próbáltam, lehet, hogy aztán az se volt annyira szar, de kábítószeres orcsep, az hogy üdítőket nem iszom, nagyon cukros dolgokat sem eszem már, nem is bírom, nagyon édesek érzem őket, mikor azok is, csak ez voltam szokva, és nem éreztem annyira édesnek. Számítógé... Ja igen, igen, ez, ez, ez tényleg így van, én a kávét nagyon sokáig nagyon sok cukorral ittam, és egyszer nem éreztem édesnek, csak hogy úgy, hát jó, oké. Eséről megint. A mi szomszédunk betört a kocsink ablakát, és összekarcolta a kocsinkat, 11 körül üvöltenek, meg dobálják a biliárd a padlóra. Na ez, 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 egy, ez egy nagyon durva, mert a régi házban, még annak idején folyamatosan hallottam, hogy jelgurul egy golyó és minden este volt valami ilyesmi, amit mai napig nem tudok, hogy mi a szar volt az. De hát mondjuk azért elég durva, hogy összekarcolják a kocsit, meg már ilyen, ilyen szintre megy, szóval undorítóak az ilyenek. De minden ember ilyen lenne, többet tudtál volna segíteni, mondod neki, hogy fordulj meg, te faszop, ha hozzád beszélek, és mi van, rosszul van, te meg tudtad volna menteni, erre féreg módjára le se szartad az egész, ezért tart itt az ország, elmondod neki, akkor plusz három embert is segítettél, segítenél még rádöbbenteni, hogy mekkora gyökér volt. Hát megmondom nincs is kedvem már ezekhez az emberekhez, hogy egyáltalán kommunikálják velük, mert, mert tényleg nem, tehát hogyha valaki ezt ennyire, ennyire így látják, meg ennyire leszarják az emberek egymást, itt ugye azra a videóra írta nekünk ezt, amikor ugye ö, odamentem oda mentem a sráchoz, mindig oda szoktam menni, hogy, hogy, hogy tényleg ivott el csak, hogyha én normálisan van felöltözve, nem -e rosszul lett, de hát, hát sajnos ez, ez ez, ez szörnyű egyébként ez a fajta viselkedés, ennyire leszarjuk egymást. Akkor a zavaró szomszédhoz írt nekünk egy történetet, Daniel. Ja igen, ezt ezt, ezt, el, ezt is elolvastam már. Hát elég sokkoló egy történet, hát majd olvassátok el, most nem olvasom ezt se föl, mert már nagyon-nagyon hosszú lesz a, a videó, de itt a videóból is el lehet olvasni egyébként, és hát természetesen jól tettett, tehát azt tudom mondani én is, hogy, hogy igen, írtak is, hogy jól tetted, remélem költői volt, csak hogy jól tetted, de természetesen jól tetted, tehát egyértelmű. Ha itt Ausztráliában nincs ilyen probléma, elve vastagabbak a falak, és az emberek odafigyelnek egymásra, szóval kicsit jobb a helyzet. Hát igen, de hát írta nekünk, bárcsak így lenne nálunk is, sajnos szerintem itt ez ilyen, ilyen, katasztrófa ez a szomszéd dolog. szomszéd illetően ezen gondolkodtam nekik, miért nem itt be, hogy az örökös fúrása éjjel bömbölő zenével, esetleg pornójelegű hangos szexsel zavarnak másokat. Én szoktam porcolni, turmixolást is meggondolom, mások meg rá. Igen, egyébként tök így vagyok én is ezzel, hogy, hogy, hogy én is mindent meggondolok, hogy izé és közben tényleg mindenki annyira szarik rá, hogy, hogy nagyon kemény. Ez mennyire káros egy vízipipa. Hát erről is sok videóban volt szó már, hogy mennyire káros, vagy mennyire nem. Ezt majd mindenki eldönti magába, hogy a siazóban egyáltalán nincsen nikotin, a dohányban nikotin van, de viszont nincsen égés termék semmi. De a nikotin is, ugye ez kimosott dohányból van, de erről már nagyon sokszor beszéltem, nem, nem, akarom még egyszer így az egészet elmondani, itt húzni. A csúzli írta nekünk, hogy szomszédos témákhoz nem tudok hozzászólni, mert a zené általában én zavarok másokat. Hát ott bömböl a zene azért néha, de szerintem nem annyira, annyira vészes, mint ahogy most te, te írtad meg. Hát ugye volt neked igen egy ilyen egy ilyen ö, probléma, amikor ott volt valami verekedés is annak idején, amíg hát szerintem a klippet úgy is csináltuk, hogy még be volt dagadva az arcot, ha jól emlékszem egyébként. Az lehetnek, lehetne kilépni a testből, először félelmetes, de aztán már nem, mert nincs mitől félni, bárhová el tudsz járni, bármit és bármit meg tudsz nézni. Hát igen, jól hangzik, viszont ezt tanulni kell, mert viszont rettenetesen félelmetes, de ha már ilyen szinten tartanék, akkor nagyon-nagyon örülnék ennek. Amúgy ez lehetetlen, mivel hidraulikus zár, zárulnak, így nem nyílnak így ki a balesethez. Írták, lelept lesztek. Szia, Pódi, azt szeretném mondani, hogy nekünk is elektromos 10 helyen van, kilenc fokozat van rajta, hogy kb. hányas rakjam választ előre, és köszönöm, én maximális hőfokra tettem ezt. Te vagy a basszájba videómoz, írta, hogy szerintem ez mindig így volt, ez a ez a domináns hím szerep mindenhol megfigyelhető, színpán programozott ösztön, és hiába fejlődik a civilizálód az ember, akkor is az ösztön irányít mindent. Két progr program fut az emberben, ugyanúgy, mint minden állatban vagy élőlényben, fenntartás és életösztön, ez a kettő mindent felülír. Felül hát igen, ez sajnos így van, ahogy mondod, de viszont azért azt gondolom, hogy valami mennyi vagy hogy valamennyire azért a, a civilizáltságból kifolyólag nem kéne már ott tartani talán, hogy ennyire fitoktatni az utcán teljesen értetetlen helyzetekben ezt, hogy, hogy kifelé mutasd, hogy te vagy, aki mindent megölsz, vagy mindenkit kinyírsz. Úgyhogy, de egyébként valószínűleg innen adódik az egész. Ezen jót röhögtem. Köszönöm, ugye, ahogy elmesélted, annyira igaz az egész. Nagyon jó volt. Köszönöm szépen. Gondolom erre, hogy fúrnak, ilyen halkan arra érted. Csibért a gyűlöm az ilyen gyökereket. Addig viselkednek, hogy valaki fel nem pofozza őket teljesen így van drónsul tényleg nagyon termékeny, hogy azóta is van kb. 5 videó, ezt a titkos YouTube csatornámra írták, hát kérlek Roli, az van ugye ezzel, hogy ezek nem olyan videók, hogy ezt így megfogom és összedobok egyet, egyébként pont most, hogy így mondtad ezt, elkészült egyébként pont most egy, egy videó, ami szintén fel fog kerülni erre a csatornára, viszont ez, ezek a videók tényleg hiába tűnnek ilyen nagyon egyszerű dolgoknak. Valójában ez nem egyszerű. Tehát azért ez van, hogy egy-két hétig is eltart egy ilyennek a finomítgatása, egy ilyen videónak, hogy tényleg életű legyen. Nem a cigányokról beszélsz, itt a basz. Nem, egyébként az a durva, tehát egyáltalán nem. Teljesen nemtől, kortól, mindentől függetlenül csak ilyen. Sőt, az a durva, hogy hogy még a korosztály is érdekes, mert még rendesen idős emberbe is láttam ilyet, aki ilyen, ilyen keménykedő az, az utcán vagy boltban. Meg, meg, hát nézzétek meg, csak elég, ha bem egy ilyen, egy ilyen hipermarketbe, vagy super, vagy nem tudom mibe, vagy Tesco-ba, vagy akárhol sorba álltok, és minden harmadik ember lögdösi a másikat, meg beszól neki, meg, meg stb. Hello, Podi, Hörbi üzent neked, 4.19-nél, akkor én is üzenek, Szia, Hörbi. Nincsen, nincsen most internet elérhetőség, nem, nem tudok sajnos videókat nézni sem, meg semmi. Akinek van némi ön, ön, önbizalma, az laza, szerény és értelmes, akinek nincs, az folyamatosan be van feszülve, nagyképű és ostoba, ez teljesen egyetértek, ez tényleg így van, mert, mert akinek önbizalma van, az, az tényleg az, az nem fogja fitoktatnít itt a ezért. Ez olcsó Csajoknak nagyon bejön, visszacsatolás véget. Hát ez is igaz. Annyira igazad van az a szurva, hogy férfi nem csak férfibe, nőbe is simán beleköt indokalatlanul, akár csoportosan is, ami meg aztán a legszánalmasabb. Hát az, annál aztán már tényleg nincsen szánalmasabb, ha már nőbe kötnek bele, meg ilyenek. Jó vidi, le, szenzációs, köszönjük szépen. A, kifej, a kiejtés a nerf, nerf, bocs, hogy javítalak. Ö, nem tudtam, akkor nörf lesz. Nörf, de miért nörf? Ővel kell mondani. E, nerf, úgy van írva. Nörf. Nem tudom, miért nörf, de elhiszem, hogy akkor így fog mondani ezentúl. Honnan rendelted, mert, mert szeretnék e, Jaj, semmi baj, hogy kiavítottál, ha így kell, akkor nyugodtan. Honnan rendelted, mert szeretnék egyet venni? Na hát, jó. E, én osztályommal voltunk pénzbalozni, mi az erdőbe jó, egyébként linket most nem fog, itt küldem, beírod a google -ba. én egyébként, mit a média márkba is vettem már, meg mit tudom, beírtam, fogalmam nincs már egy webshopba. Elmentem, azt megvettem egy hivatalos webshopba. Vagyis egy hivatalos ilyen, ilyen, ilyen elektronikai boltba. Én azt látom, sem voltunk paintballozni, az erdőbe csapattuk egy kis elkészít, tehát részen, Airsoftot meg a havarokkal voltam, hát én az Airsoftot sajnos nem tudtam, Pódi hova lettek a vízipipás vidik, hát most volt egyébként nem olyan rég egy, egy vízipipát csináltam, de jönnek azok sorba, nyugalom, lesz mindenképp, meg jön a nagy bemutató is. Én voltam pénbólozni, gyárhagyatott laktanyába volt megtartva, kegyetlen hangulatos volt, romos, régi laktanyába lövöldözni, az, az jó lehet egyébként. Hú, és itt már végére sértünk. Harp. Ezt nem tudom, mit jelent. Paintballban azért nehéz csalni, úgy, ugyanis ha valaki eltesz, valószínűleg hallod utána, au, vagy áhangok, hangok. Ja, egyébként igen, hogy tényleg az van, jó, 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 és akkor ez, hogy oké, okay, oké, okay. airsoftot még nem próbáltam és de ott szerintem ekkora izé lövések nincsenek, vagy is ekkora ilyen lövésérzés, vagy mi az? Na, értitek. Néha szoktam menni airsoftozni, egyik alkalommal a a Rajom többi tagját már kilőtték, vártak engem visszaállt, és a ponton jött szembe egy ellenség, becéloztam az elektromos ákával, csak lemerült. <laughs> Elővettem a gázos pisztolyt, kilőttem, uh, kilőttem, lapítottam tovább a fűben, és még egy ellenséget tudtam kilőni, utána hátam mögé kerültek és kiszedtek. Na, az egyébként egy tipikus ilyen, ilyen az már ilyen, e, mi az ilyen filmes jelenet is lehetett, amikor hogy lemerülsz, és így rögtön reflexbe előveszed a kis gázos pisztolyt, de azt hát az meg gondolom a rutinoból van. Edina leírta nekünk, pedig itt a helyre tenni ezt az orcsabb dolgot, Ö, hát ö, biztos akkor akkor azért tudod ennyire, mert lehet, hogy, hogy ezzel foglalkozol egyébként, hogy valami ilyesmi, mert, mert annyira profil leírta, úgyhogy ezt érdemes elolvasni, aki most nem olvasom itt nektek végig, ott van a horcsepes alatt, ö, helyre tette nekünk, hogy. hogy melyikben mi van, meg, 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 hogy is van ez a, ez a kábítószeres orcsepp, úgyhogy akit érdekel, és nagyon szépen köszönöm, hogy leírtad ezt, és uh, várom a választ arra, hogy, hogy honnan tudtad ezt, hogy, hogy ezeket a dolgokat, hogy, hogy esetleg ápolónő vagy-e, vagy valami ilyesmi. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, megpróbálom sűrűbben elkészíteni a videót, internet hiányában jelenleg még azért elég nehéz ezt uh, csinálnom, viszont uh, nem tart sokáig ez az állapot már, úgyhogy jövök és itt leszek veletek. Na, Ali, papi, mami.